Na, szevasztok srácok, szevasztok, itt Facepopi, köszöntelek titeket újra itt a csatornámon, újra egy kis vlog van, már nagyon régen volt, aránylag, körülbelül nem is nagyon lassan, egy hónapja volt vlog, nem véletlenül, mert hát nem nagyon volt időm, aki figyeli a csatornát és itt vagytok velem, amit nagyon szépen köszönök, mert most már lassan 26 000-en vagyunk, ami kurva jó, köszönöm szépen tényleg mindenkinek, úgyhogy továbbra se felejtsetek el se megosztani, se lájkolni, se semmi, mert nekem ez a fizetség és ezzel mutatjátok azt, hogy amit csinálok, az nektek jó és tetszik. Szóval a vlog már régen volt, kb. Egy hónappal ezelőtt volt még az esküvős videó, amit utoljára ilyet láthattatok. Azóta sok minden történt, és volt itt, hogy elköltözök, el is költöztem. Igazából live volt, tehát ott már volt egy-két szó ezzel kapcsolatban. Elköltöztem, úgyhogy most már egyedül élek. Kicsit fura érdekes ez az egész sztori. Nem is olyan egyszerű egyébként erről úgy beszélni. Biztos, hogy többen vagytok már, akik ezen átestetek, vagy valami ilyesmi történt veletek. Azért 10 év után egyedül élni tényleg fura, meg meglepő dolog, de amúgy nem olyan rossz, csak hát mint minden. Igazából az ember mindent meg tud szokni, csak más. Így több változás is lett, meg van így a költözés által, meg hogy egyedül vagyok, akkor plusz az autót is lecseréltem, mint láthatjátok. A Mazdát eladtam, meghirdettem egy áron, és úgy voltam el, hogy ha valaki normális áron, reális áron elviszi, akkor vigye el. Nem volt különösebb nagyobb oka, hogy baja lett volna az autónak, vagy bármi, semmi ilyesmi nem volt. Nem tudom miért. Vannak ilyen időszakok, amikor úgy vagyok vele, hogy ez is most így volt, ha már úgy is költöztem, meg minden, akkor próbáljam már így mindent. Nem tudom miért, ha lút legyen kövér, mondjuk így, lehet, hogy ezért. Aztán végülis ugye a Mazda elment, és jött egy nagyon szimpatikus, aranyos vevő, miatt nem nagyon alkudozott, tehát nem ment ez a cigánykodás, úgyhogy meg tudtunk egyezni, úgyhogy elment az autó. És hát utána pedig másikat kellett néznem. Na itt is volt sztori, mert úgy volt, hogy az egyik munkatársam, amit megveszem, egy 4-es Golfot, de végül is nem, mert aranyos volt a munkatársam, mondta, hogy hát, hogy valami van a motorral, nem akarja nekem így eladni. Ne legyen köztünk feszkó, ami tényleg nagyon-nagyon rendes volt tőle. Úgy őszinte volt velem, úgyhogy utána elkezdtem autót keresni, és aztán utána rá egy napra találtam meg őt. Még BMW-m nem volt, úgyhogy BMW 320-ast vettem. Benzinesbe, 2.2-es benzinesbe, ez már az új faceliftes. Eddig meg vagyok vele elégedve, igazából megvettem, az autó Svájcból van, ugyanúgy, mint ahogy a Mazda Svájcból volt. Leszervizeltem, amit kellett, kicseréltettem benne, és teljesen meg vagyok egyébként eddig vele elégedve. Egy kicsit féltem, jó, a fácának hallott, nem lehetett hallani. Teljesen meg vagyok vele elégedve, a futóműve nagyon jó, a motorja nagyon jó, nagyon halk, és eszméletlenül megy. Szóval nem volt még tényleg BMW-m is, és bizonyos dolgokat én sem, tehát igazából akkor ismer meg, vagy ért meg az ember, hogy mondjuk miért úgy viselkedik bizonyos ember egy bizonyos autóba, vagy nem is az, hogy úgy viselkedik, ez úgy adja magát, hogy nagyon érzékeny a gáz benne, és ez majdnem 200 lóerős az autó, tehát igazából pikpak fent van 150-en meg 180-on állítólag, nem tudhattam. És de hogy ilyeneket olvastam, ugye állítólag ilyenek vannak. Na mindegy, tényleg érzékeny a gáz rajta, egyébként tényleg szép az autó, jó az autó, tényleg meg vagyok vele elégedve. Más, mint a Mazda, ez egy teljesen más fajta autó. És tényleg mi nem volt BMW-m. Az, amit megfigyeltem, ami kurva furcsa dolog, hogy a Mazdával is szerettem. Én minden egyik autómmal szeretek menni, szeretem kiégetni a motort, mert ez az igazság. Szoktak is lenni néha gyorsajtásos csekkjeim, amikre lassan külön munkát kéne vállalnom, de ami furcsa ebbe az egészben, hogy amikor volt Hondám, akkor az volt a fura a Hondánál,
hogy mindenki integetett. Amikor az elején megvettem a Hondát, és akkor volt egy Civicem, és akkor jöttek, és integetett. És néztem, hogy mi a fasz mutogatnak, tudod, mit integet, vagy mi. És utána jöttem rá, meg úgy, hogy hát a Hondások, mint a motorosok, ők az egyetlen ilyen autós közeg, akik, és abból is csak így a régebbi, tehát egy a picit azért pár évvel öregebb konstrukciók tulajai csinálják ezt, hogy úgy integetnek, és nagyon fura volt. Na itt a BMW-nél az volt például, hogy mentem le Miskolcra, anyuékhoz, és az autópályán, tehát hogy így elkezdtem menni vele, na akkor nézzük, mit tud az autó, már le volt szervizelve, akkor egy kicsit égessük ki a motort, rát is előtte egy 3 hónapot, és jó, ez jó duma, tudom, mindegy, tapostam. És a lényeg az, hogy tényleg, ahogy az emberek hogy zállnak, hogy bemész mögé a BMW-vel, nem kell, nem is kellett igazából, nem kell villogni, stb., hanem egyszerűen volt, aki úgy lerántotta a kormányt, bazd meg, hogy fogta a kormányt, így az indexet, és együtt a kormány így rántotta le, és néztem, hogy mi a fasz csinálsz. Tehát, mint hogyha úgy rávillogtam volna rá, mögé mentem, szóval nem. Csak van egyik munkatársa mondta, amikor megvettem az autót, hogy nézte előről az autót, és ugye a lámpa, hogy azért ez büntet az autópálya, mikor mögét kerül. És szerintem sokan így vannak vele, hogy így mögé kerül, és akkor így húznak le. Ami kicsit egyébként úgy érzem, hogy ilyen sztereotípiák vannak felállítva így a BMW-vel, a BMW-sekkel kapcsolatban, sőt, mostanában elég sokat hallottam ez a... Na hát a legtöbb duma, amit mióta megvettem, amit hallottam, van benne index. Tehát, hogy ez miért? Aki nem használ indexet, az egy Trabantban se használ indexet. Aki meg használ, az egy BMW-be is fog használni indexet. Szóval én nem igazán értem egyébként ezt, hogy miért kell így hozzáállni. Van a dolgok, amik szerintem az emberek észre veszik, hogy lehet, hogy azon jobban észreveszik. Mert hogy jobban odafigyelnek mondjuk, hogy jobban odafordítja a fejét. Nem tudom, nem mindegy, nem akarok okoskodni, a lényeg. Ez van, úgyhogy őt vettem. Egy pár snittet majd azért bevágok róla, vagy így megnézhetitek, hogy miről van szó. Szép állapotban van az autó, úgyhogy kicsit sajnáltam a Mazdát, de hát na. A változás az természetes dolog, a tárgyak azok jönnek, mennek az ember életébe, a szerelem örök, és legyen világbéke. És hát most mi van most? 12-e van, október 12 van. Kurva szép idő van, és akkor gondoltam, egy kicsit kijövünk, kicsit itt váltsunk már pár szót, mert akartam egy kicsit már kijönni, hogy jó idő van. Gondolom, akkor csinálok az autóról is képet, mert legyen róla fotó. És hát a költözés lement. Ki is vettem egy nap Szabit, tehát ugye egy szolgáltatóban nem is mentem be, pont azért, hogy ha elkezdem a költözést, akkor azt be kell fejezni. Tehát volt ma, hogy nem így költöztem, és még fél év után még mindig kerülgettem a dobozt. Tehát azt nem szabad, és én már sokat költöztem. Hanem, hogyha az ember elkezd költözni, akkor átviszi az utcát, és utána kibont kell bontani mindent, és mindent a helyre kell tenni, és az utolsó szöget is be kell verni a falba, mert különben nem lesz felrakva, ki tudja meddig, vagy soha. Úgyhogy ezt muszáj, úgyhogy ezt így is csináltam most már, meg most már egy ideig így csinálom, hogyha bármikor bármilyen költözésről van szó, szóval, hogy ezt elejétől végig kell csinálni, hogy akkor igazából az ember belakja a kecót, ami szerintem sikerült is. Mert jól érzem ott magam, alapvetően jó a feng shui-ja a kecónak, de tényleg jó, ugye, szokták mondani, hogy milyen az energiája a kecónak, és jó lett a kecó energiája, jól alszok ott, stb. Úgyhogy tényleg ez teljesen szuper. Nagyon kevés időm van mostanában akár videózni, meg közben most még mellette dolgozok, meg vannak dolgok, de igyekszem, azért vannak videók, úgyhogy nem lehet szerintem panasz. E-maileket továbbra is kapom tőletek, amiket nagyon szépen köszönök. Jön itt kedves, jön itt ó, nem, olyan nem jön. Csak tényleg kedves e-mailek jönnek, amit nagyon szépen köszönöm, meg a legtöbb természetesen a nézzük együtt be az ajánlásaitok, amiket szintén köszönök, mert egyébként nagyban segítünk úgy a munkámat, hogy amikor akarok, meg van időm csinálni akkor egy videót, akkor nem elkezdek úgy pásztázni a neten, hanem elkezdek a ti videóitok között keresgélni, az egy picit már egyszerűbb, mert ti már ott csináltatok egy előkontrollt a videóra, és akkor hogy na, aztán abból próbálom én is kiválogatni a dolgokat. Hát ami nem kerül be, srácok, az tényleg bocsi, megvan az oka, valamiért nem tetszik, vagy olyan csatornáról van, amit nem akarok, hogy bekerüljön, etc. ne vegye senki magára. Próbálkozz. Ez olyan, mint tudod, mint a kívánságműsor, amikor telefonálni akarsz a rádió,
jobbat, tessék újra próbálkozni. Aztán lehet, hogy te leszel az ötödik nyertes. Na, Kabesznak elkezdődött a suli, mint hát mindenkinek, úgyhogy azt csinálja, most egy kicsit bekapta ő is, meg én is ezt a kicsit dagnyosak vagyunk, meg egy kicsit egy kapar a torkod, meg minden, de ebből is most már kilábolóban vagyunk. Sok C-vitamint szedünk, sok fokhagymát teszünk, meg kóbászt, és ez tényleg mindenféleképpen segít, úgyhogy ebből lábolunk ki, de tényleg jó van. Ami tervben van, hogy most már szeretnék Gabesszal is egy közös videót, valami jót kitalálni, de jót. Tehát azért nincsenek ilyenek nap, mint nap. Azért, ezt már többen kérdeztétek. Azért nincs vlog minden nap, azért nincs nézzük együtt minden nap, azért nincs Gabesszal videó minden nap, vagy akár bármi más, vagy akár tech, vagy zeneírós videó, vagy bármi, amiket szoktam csinálni, mert nem szeretném, hogy elcsépeltek legyenek ezek, hanem inkább akkor egy picit hagyom még, ha úgy van, akkor egy-két hetet, vagy egy-két hónapot, hogy kiforjon bennem az ötlet, vagy a dolog, és akkor na, akkor meg beszerezni mindent, hogy akkor az tényleg úgy nézzen ki, vagy olyan legyen, vagy bármi más. Persze van spontán videó is, mint például ez a mostani, mert igazából csak otthon voltam, és akkor gondoltam, hogy miért ne, de most basszus, ott olyan dolgok történik, amit muszáj megmutassak nektek. Na szóval csak gondoltam, megmutatom nektek, hogy milyen szépen hullanak a levelek, de tényleg amúgy nagyon szép. Na szóval ez is mondom, ilyen spontán videó, igazából otthon voltam, ott egy cica! Otthon voltam és olyan jó idő van, és mondom, már régen volt vlog, és akkor egy pár mondatot beszéljünk, nem valószínű, hogy ez így hosszú lesz, meg nem is úgy terveztem, hogy hosszú lesz ez a videó, csak mégis már akkor egy kicsit beszéljünk, nem tudom, ti hogy vagytok, hát ezt majd, ha aki akarja, meg hogy kivel mi van, azt leírja ide szépen a komment szekcióba. Aztán folytatjuk tovább, csinálunk mindent folyamatosan, fogok majd október végén egy kicsit elutazni is, ha minden jól megy, vagyis hát pontosabban biztos, hogy fogok elutazni, úgyhogy majd ott is majd próbálok, de lesz Szeged, Baja környékére fogok leutazni, ott egy ilyen kis falházikó lett kibérelve, úgyhogy arról is majd biztos lesz videó. Azt nem mondom, hogy tudunk találkozni, hogyha valaki arra fele lakik, mert pihenni megyek, De lassan már tényleg ezekről is lehet, hogy majd kéne, hogy egy kicsit beszélgessünk, hogy esetleg milyen módja lenne annak, hogy bármilyen úton, módon találkozzunk, és legyen valami személyes kontaktunk is, nem tudom, ti mit gondoltok erről. A live-ba beszélgettünk arról, hogy sokan vagytok, akik szerettek ugyanúgy pecázni, mint én, és hogy mi lenne akkor, hogyha néznénk egy horgásztavat valahol, ahol meg lehetne mondjuk jövő nyárra oldani azt, hogy effektív kibérelnénk az egész tavat, hogy mi mennénk el oda, tehát ti és én mennénk el oda pecázni egy napra, együtt, meg lenne valami főzőcskézés, meg úgy együtt lennénk, hogy ez lenne a kedvetek, mit szólnátok hozzá, szerintem tök jó napot eltölteni, süt a nap, halat fogunk, aki, meg ha úgy van, akkor kicsit tudunk inni, vagy akármit, tehát jól éreznénk magunkat. Én ilyesmire gondoltam, szerintem sokkal jobb közeg lenne, mint valahol, nem tudom, valahol úgy összefogni, de a fene tudja, mit hoz a jövő. Én sem tudom, hogy mit hoz a jövő. Meglátjuk ezt is. Úgyhogy maradjatok velem, és ne felejtsetek el lájkolni, ne felejtsetek el feliratkozni, tényleg, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, mert most már kurva sokan vagyunk, legalábbis ez számomra igenis nagyon nagy tömeg. Úgyhogy köszönöm szépen minden nektek. Meg igazából a támogatást is, mert most is nagyon sokan támogattok, meg arról is jöttek üzenet, e-mail, hogy fel a fejjel, de közben nincs le a fejem. Szóval srácok, azt tudjátok, aki néz meg ide, az nagyon jól tudja, hogy én egy eléggé pozitív életszemléletű ember vagyok, és nagyon nehéz engem lelombozni, és azért sem, hiába történnek olyan dolgok is, ami okot adna rá, mert nem jutok azzal el egyről a kettőre, igyekszem minél többet mosolyogni, és így átgördülni a dolgokon, és szerintem így sokkal jobb és jobban is sikerül, úgyhogy ezt tudom nektek is ajánlani, hogy próbáljatok mindig mindenhez pozitívan hozzáállni, mert tényleg így van, hogy ha valami rossz történik, vagy valami véget ér, az mindig valaminek a kezdete. Mindig. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szevasztok, ciao. We'll be right back.